Se meg megemlékezik a szégyen. Tisztelt egybegyűltek, kedves barátaim! Olyan furcsa érzés úgy állni itt, hogy nem ellenzékben vagyunk. Hogy végre egyszer úgy beszélhetek Trianonról ezen a helyen, ebben a körben, hogy egyébként is ott van már a nemzeti összetartozásról szóló 2010-es törvény, ami református lelkészként számomra különlegesen fontos törvény, mert úgy kezdődik, hogy mi, a Magyar Köztársaság országgyűlésének tagjai, akik hisszük, hogy Isten a történelem ura. Én kihangosítanám, hogy Isten a történelem ura. Persze ez nagyon nehéz akkor elfogadni, amikor azt látjuk, hogy ami velünk történik, az nem éppen kedvező nekünk, sőt, a történelem ismétli magát, és egy kicsit engedjétek meg, hogy puskázzak, és Jenei Szilveszter barátunknak az 1956-os rock operájának az egyik dalának szövegét idézem nektek. Egyik bitang, másik gaz, ennyi biztos igaz. Összekacsintanak a nagyhatalmak felettünk, hullik a mi vérünk, és az ő emberbarát könnyű. Átrajzolják a térképet, egymás mohó kezét fogva. Célra mutat a lézer, pontos az a bomba. Egyik bitang, másik gaz, ennyi biztos igaz. Igen, ha látjuk a világot magunk körül, a nagyhatalmat, aki éppen igényt tart arra, hogy formálja az életünket, hívhatják Szovjetuniónak, hívhatják Európai Uniónak, hívhatják Német-Római Császárságnak, sosem a barátunk. Mindig valami célja van, és ez a cél a mi kihasználásunk. És ha belegondoltok abba, hogy Trianon nélkül ma Magyarország egy Európai Uniónak a harmadik legnagyobb, vagy talán a legnagyobb országa lehetne, és nem fölöttünk akarnának dönteni, hanem nélkülünk egyszerűen nem lehetne dönteni semmiről, akkor érthetővé válik mindenki számára, hogy miért is volt ez a Trianon. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy nem felejthetjük el azt sem, hogy ami tragédia, abban van egy óriási evangélium is. 99 esztendő alatt nem lehetett elvenni a magyarságtól a magyarságát. Vagyunk a felvidéken, vagyunk a délvidéken, vagyunk Erdélyben is, vagyunk Burgerlandban. A magyarok mindenütt ott vannak, ahol egykor ott voltak. Fiumébe, ha lemegyünk, hiába hívják Riekának, ott vannak azok a régi öntvény kikötő bakok, amiken rajt vannak a magyar nyelvű feliratok. És az emberek, akikkel találkozunk, a horvátok barátként mosolyognak ránk. És személyes élményem egyszer az, hogy amikor ott voltam, akkor megkérdezték, hogy nem akarnánk-e mi magyarok és horvátok újra valahogy együttműködni úgy, mint régen. Hiszen 800 esztendő personál unió nekik azért annyira nem volt rossz. És érdemes lenne arra gondolni újra, hogy a Kárpát-medence és az azt körülvevő világ az egy szerves egység volt, ezért lett belőle nem egyszerűen Magyarország, hanem a magyar Szent Korona országai. Ugyanis ez a térkép és ez az elnevezés, ez nem diszkriminál. A Szent Korona alatt a tót, a horvát, az alá mindenki megtalálhatta azt, hogy az ő saját országának érezhette ezt a világot. Ha kisajátítjuk és egy nemzeté tesszük, akkor lehet szép és fölemelő, és emlékezhetünk rá, de valójában valakit mindig kívül tolnánk a határait. És hogy mi ennek a feloldása, hogyan lehetne mégis nagy Magyarország és nagy nemzetként, nagy hazafiaiként élni itt a Kárpát-medencében? Két válaszom van rá. Az egyik válasz egy vers. Zsida Jenőnek a Tükör előtt című költeményének egy részlete, vagy ha valaki olvasta Vas Albertnek a Csaba című könyvét, annak az utolsó sorain jelenik meg, ami így szól, hogy így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen, sót párolunk, s vásznakat szövünk, s mi kisebbítnek, szép lassan megnövünk. A másik, a számomra két felejthetetlen 20.-21. századi politikus,
és egy egyházi személynek a közös gondolata, nem csinálok titkot belőle, Csurka Istvánról és dr. Hegedűs Lóránt püspökúrral beszélek, akik többször elmondták Lóri bácsinak azt a gondolatát, hogy a Kárpát-medence azé lesz, akik teleszülik. A magyaroknak nem az a feladatuk most, hogy karddal legyőzzenek bárkit, hanem amikor olyan kormányunk és olyan világ van körülöttünk, amikor segítik, hogy új nemzedékek szülessenek, akkor teljesítsük ezt a kötelességünket. Mert higgyétek el, a haza szeretet az nem lehet kormányfüggő, az nem lehet ideológia függő, az nem lehet államforma függő, vagy szeretem, vagy nem. És ha meg akarom tartani, és azt akarom, hogy továbbra is magyar maradjon, ahhoz nem csodát kell tenni, csak mindenkinek hazamenni a kedves férjéhez és feleségéhez, megmondani az unokájának vagy gyermekének, hogy a haza most nem a véredet, hanem a génedet kéri tőle. Én azt szeretném és abban hiszek, hogy a magyar vér és magyar gén drága ahhoz, hogy adjuk semmibe veszni. Igenis, adjuk át a következő nemzedéknek mindazt, ami Árpád véréből bennünk van, mindazt, amit őseink reánk hagytak, és akkor lesz magyar jövő. Akkor lesz, aki ott lesz a Hargitán és örvendezni fog annak, hogy igen, ott, ahol zúg a négy folyó és ahol szenvedni jó, ott érdemes a turulmadarat várni, mert eljön, mert itt van, mert bennetek van, ne kívül keressétek, hanem a szívetekben, a lelketekben, a génjeitekbe kódolva, mert ez a jelen a magyar jelen, és ez a magyar jövő záloga is. Természetesen a mai nap gyásznap, mert elvették, most vére nagyra vannak. A kardját, és kiegészíteném a földjét a magyarnak. De higgyétek el, hogy csak azt lehet elvenni, amit nem akarunk visszaszerezni. Amíg van hitünk, amíg vannak gyermekeink, amíg él a vérünk, és amíg él a remény, hogy ez a Kárpát-medence újra egy és oszthatatlan lesz, addig bármit tesznek a nagyhatalmak, akár a bitang, akár a gaz, nem tudnak az isteni igazságszolgáltatás elől, az isteni cél elől elmenekülni, amely ezt a földet a magyaroknak adta, a tótoknak, az oláoknak és mindannyiunknak, akik hittel, a szívünkben, az Úr Jézus követve tudunk a Szent Korona országának népének lakói lenni. Köszönöm, hogy meghallottak. Nagyon szépen köszönöm.